hogyha pont róla egy-kettő. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A Csillagkapu Cosplay Club előadását fogjátok hallani. Én személy szerint felállok, mert tudjuk. Tóth Dóra vagyok, és a két előadótársammal fogom nektek bemutatni ezt a gyönyörű univerzumot, amivel én is előtoppantam ide nektek. Én Hathort személyesítem meg, aki egy Goa'uld istennő, és a két előadótársam Varga Tibor és... Zoltán. Lányom zavarom, bocsánat, Varga Zoltán és Marosi Zsuzsanna. Köszönöm. És akkor el is indítom az előadásomat. A címe: készen állsz, hogy felfedezd egy új világot? Ahogy mi is az a Csillagkapu. Mire is számíthatok most az előadás alatt? Három világot fogunk nektek bemutatni. Én leszek az első, aki az SG-1, vagyis a Stargate első 10 évadát fogom nektek úgy összességében elmesélni, hogy mire számíthatok, amíg esetleg nem láttátok, vagy egy kis összefoglalót arról, hogyha már találkoztatok ezzel a sorozattal. A második előadó a Stargate Atlantist fogja nektek körvonalazni, és utoljára pedig a Stargate Universe lesz. Először is egy kis ízelítő arról, hogy honnan is indult maga ez a sorozat. Először 1997-ben láthatatok egy Stargate című filmet, ami arról szólt, hogy a gízai piramosoknál egy ásatás során találnak egy több ezer éves, időszámításunk előtti több ezer éves szerkezetet, egy olyan anyagból, ami a Földön nem is megtalálható. És innen indult el az egész kutatás, hogy mire is való a szerkezet, és rájöttek, hogy más más galaxisokban, más bolygókkal repítik el az embereket ezzel a szerkezettel. És innen indult a film után az a sorozat, hogy Stargate. Ezen a képen a négy főszereplőt láthatjátok. Samantha Carter, őrmestert, Jack O'Neill ezredest, Danielt és Tilket. Ők azok, akik végigvisznek minket az első 10 évadon. Nem mindig ugyanabban a posztban láthatjuk őket. Vannak érdekességek, van, amikor meghalnak a karakterek, van, amikor feltámadnak. De ez ugye már kicsit spoiler, de ez a legérdekesebb az egész sztoriban. Tehát, hogy mindenki azt írja, hogy úristen, a main karakterek, tehát nem fognak meghalni, mindig velünk lesznek, imádjuk őket. És az érdekesik, hogy vannak benne csavarok, érdekes cliffhangerek. Nézzük is, hogy ki az a négy ősi faj, akivel találkozhatunk a sorozatban. Hoppá-hoppá, nem is négy, de igen négy. Csak ugyanis a sorozatban van egy kis érdekesség, a negyedik ősfajt nem mutatják be, ők a furlingek. Itt a bal felső képen a ősöket láthatjátok, ők azok, akik kitalálták ezt az egész csillagkapu rendszert, és ők telepítették a csillagkaput a különböző bolygókra. A második, a jobb felső képen láthatjátok a noxokat, ők egy igen pacifista faj, ők nem vesznek részt háborúban, ők csak élik a úgymond kényelmes életüket, nagyon fejlett technológiával rendelkeznek, ugye minden négy ősi faj is, ugye általában. És az utolsó, ő érdekes, lehet, hogy a más sorozatokban is szoktunk találkozni, ők az áskártok a mi sorozatunkban. Egy igazán nagyon erős faj, és őket nevezhetjük az univerzumunk rendőreinek, tehát ők próbálják betartani a rendet a Csillagkapu sorozatban. Kicsit nézzük meg részletesebben őket. A noxokat. Igen, láthatjuk, hogy nagyon fejlettek. Ők egy kicsit a természetre hasonlító lények, tehát próbálnak egybeolvadni a természettel. Ezt legfőképp úgy érik el, hogy egy nagyon erős átszázó berendezés technológiát fejlesztettek ki. Tehát ezt az egész várost, ahol több millióan élnek, egy kézmozdulattal képesek eltüntetni. Nézzük a tokrákat. Ők nem egy ősi faj. Én ugye Goa'uld vagyok, én gonosz vagyok, elméletileg. Ők is Goa'uldok, de ők megtagadták a Goa'uldoknak azok létezését, hogy uralni kell a többi fajt, és próbálnak függetlenek lenni a többi Goa'uldoktól, és a Goa'uldok az a Földön az egyiptomi mitológiára próbálják kialakítani főképp a személyiségüket. Ezért vagyok én Hathor, az egyiptomi mitológiában a szerelem istennője.
Ők pedig úgy nevezték el magukat, hogy Tok Rá. Rá volt ugye a napisten, a Tok, a Guaul nyelven meg azt jelenti, hogy ellen. Tehát valami ellen, tehát Tok Rá, Rá ellen, és ez az összefoglaló nevük jelenti azt, hogy ők teljesen fellázadtak a Guaultok ellen. Igazán fejlett technológiában abban jelentkezik meg, hogy ők nem városokat építenek, hanem alapotokat, méghozzá kristályokból. Tehát egy ekkora kristályból mondjuk az a kokos veg, egy ilyen több száz méteres járatokat, csarnokokat, hálótermeket képesek kialakítani. De főképp ugyanabban a technológiával lelkeznek, mint a Guaultok, akik majd egy kicsit később is megismerhetünk. Ugye az egyik ősi fajról, ugye beszéltünk, ők az áskárdok. Ők eredetileg így néztek ki, de sajnos az ő fajuk is haladó, és jelenleg a kihanás szélén vannak. Ők eredetileg így néztek ki, sajnos most a rengeteg klónozás folyamán néznek ki úgy, mint a pici zöld emberkék nagy szemekkel. Fejlett technológiák mi sem mutatja jobban, hogy megjelenik Thor pörölje, ez egy nagyon szép epizódom a sorozatban, és körülbelül 4-5 másodperc alatt egy teljes Guault flottát képes elpusztítani, felsugározni a hajóra, és ezáltal egy megszálló bolygót megszabadítani a Guaultoktól. Rengeteg más fejlett szerkezettel is rendelkeznek, de nem akarok túl sokat spoilerezni, aki kíváncsi részletekre, hogy azt a sorozatból megtudhatja, hogy milyen fejlettek is ők. Nézzünk pár ellenséget, akik ugye a CK1 csapata felveszi a harcot. Ugye az első a Guault jelen, ismertető jele, hogy világít a szeme, akárhányszor gonosz viselkedésben tör ki, vagy mérges, vagy parancsot ad ki, és hát kedvenc színük az arany. Már csak azért is, mert ezzel különböztetik magukat a többi alattvalótól. Jaj. A másik ellenség a SG-1 szériusban a replikátorok. Ők ilyen pici bogásszerű lények, ilyen apró elemekből épülnek fel, és többnyire a legfőbb céljuk az, hogy bekebelezni a minél korszerűbb technológiát, amit csak el tudnak érni. Következő, az egyik legfőbb ellenség az Orály. Ők egy felemelkedett lények, akik így megszemélyesítve úgymond egy ilyen tűzszörnyet hívnak maguk elé, tehát hogy egyetlen alakot tudjanak követeni. Ők velük több évadon keresztül harcolnak a CK1 csapatai, hogy felszabadítsák az ő uramok alá vont bolygókat. Nézzük picit részletesebben a Guaultok. Ugye beszéltük, világít a szemük, furcsán beszélnek, furcsán néznek ki, és nagyon fejlett a technológiájuk. Itt hátak típusú bolygókat, hajókat láthatunk. Ez egy igazán erős osztályba, a hadi osztályba tartozó hajó. Ennél van nagyobb és kisebb, és tehát ezek a hajók rendelkeznek ilyen halássiklókkal is, amik ugye a plusz védelmet és támadó erőt is biztosítják a hajók számára. Egy kis érdekesség is, hogy hogyan is nézzünk ki valójában. Itt egy lehet, hogy picit elrontottam a fényet, és nagyon eltűnik hamar a kép, de akkor nézzük meg. Látjátok, hogy kezemben egy ilyen kígyószerű lény látható. Így nézünk ki valójában. Tehát az emberek testet csak kölcsön veszük és használjuk, amúgy uralkodunk teljesen felette, elnyomjuk az emberi személyiséget, és csak is a Guault lép elő. Attól különbözik tőlünk a Tokra, ugye azokat is beszéltük, hogy ők is a Guaultok. Ők viszont szimbiózisban élnek az emberi testtel. Tehát ugyanúgy beszélhetsz az emberrel is, és a Guaultal is. Ezt általában úgy szokták csinálni, hogy így lehagyják a felüket, és akkor ilyenkor szellemileg átveszik az egyik a másikon az irányítást. Tehát különbség van köztünk. Tehát mi abszolút gonoszak vagyunk, abszolút uralkodni akarunk, a Tokrák viszont szimbiózisban élnek ezzel a kis kígyó lényel, akit sajnos nem sikerült megmutatni úgy, ahogy szerettem volna. Viszont a Guaultok elsődleges erejét a Jaffa harcosaik képviselik, ugyanis ők azok, akit harcba küldenek. Ők is nevezhetjük úgy, hogy szimbiózisban élnek egy pici Guault embrióval, ugyanis a Jaffáknak van egy méhük a hasukban, és abba hordoznak egy szimbióták, akik ezáltal kikezdhetetlen immunrendszert és egészséget adnak a Jaffa harcosoknak, és nagyon gyorsan tudják begyógyítani a sebeiket.
És ezek azok a képességek, amik nagyon erősíteszik a csofa harcosokat, azon felül, hogy koault hadi eszközöket használnak. Tehát igazából őket küldik harcba, hanem pedig maguk a koaultok harcolnak, és ők képezik a legfőbb erejüket. Következő gonoszok ugye a replikátorok. Ugye kitértem, hogy ilyen pici elemekből állnak. Ezek azért ilyen színesek, ugye, mint mondtam, ugye bekebelezik minden technológiát és minden fémet, amivel találkoznak. És attól függ, hogy milyen fémet kebeleznek, hogy milyen fémből alkotják meg a kis darabjaikat, olyan színűek lesznek. Ugye itt látunk ezüstöt, aranyt, napodát, bronzot, tehát attól függ, hogy milyen anyagból építik fel magukat, olyan anyagok lesznek, és olyan erősségű lesz maga a replikátor is. Azt hinnénk, hogy könnyű velük elbánni, de nem. Sajnos az évek során abban a kis pókszörnyekből egyre erősebb és erősebb ellenfél vált. Itt már egy replikátor hajót láthatunk. Igen, abból a pici bogárból ilyen hatalmas repülőszerkezet is lehet csinálni. Sőt, a fejlettségük végére már humanoid formát is fel tudnak venni. Ez az egyik legerősebb formájuk, tehát nem elég, hogy eddig csak az vezérelte őket, hogy fejlődni és bekebelezni mindent, most már logikusan gondolkodó lényekké váltak, és ezáltal nagyon erősek lettek a CK1-jel szemben. És beszéljünk picit az orrájával. Ilyen ruhát láthatok nálunk is a Csillagkapu klubnál is. Ő egy orrájhírnök. Ő az, aki terjeszti az orráj, az eredet hitét, és minden bolygóra ellátogat, és akik úgy vélik, hogy nem ők a saját hitüket szeretnék, hogy az maradjon meg, ő fellép ez ellen, és mindenféle betegséget és pusztító szörnyet visz abba a világba, ahol éppen van. Ez azért kell, hogy az orráj csak akkor erős, hogyha hisznek benne, és ezt különböző cselekkel érik el azért, hogy az orráj egyre erősebb és erősebb legyen. Tehát minél kevesebben hisznek bennük, annál gyengébb az orráj. Tehát ők ilyen hitáltal erősödő szellemi lények. Azt hinnénk, hogy nagyon kezdetleges, hisz a pap is nagyon kezdetlegesnek tűn, de ettől függetlenül a sorozat végére érdekessé válik, hogy egy nagyon erős csillaghajót hoznak létre, és egy nagyon erős védelmi és támadó technikával van felszerelve, tehát míg a sorozat elején még elképzelhetetlen volt, hogy majd a csillagkapus egyetlen hajót tud építeni és meg tudja védeni magát, és utána, amikor megörököltük az ástrátoknak a tudását, vagy a pici zöld lényeknek a tudását, utána mi is tudtunk csillaghajót építeni, de még az ástrátok tudásával is nagyon nehezen vették föl az orrájukkal a versenyt, és nagyon nehezen nem akarom lelőni a poént. Szóval nagyon sok csatát vívtak, a végeredményt nézzétek meg a sorozatban, érdemes, tehát nagyon sok izgalmas rész van benne, rengeteg fordulattal, rengeteg még olyan nem ábrázolt lényekkel, technológiával, amire sajnos az időnk hiány nem igazán sikerül bemutatni, de úgy érzem, ez a pár ellenség és pár szövetség bemutatásával kapunk egy olyan kis rálátás, hogy sikerül felvenni, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy megkedveltetni egy picit a sorozatot, hogy minél többen próbáljuk megszeretni. Én nagyon sok érdekességet találok a sorozatban, ugye. Tehát először is ugye féregjárat, Úristen, tehát egy olyan technológia, amit manapság nem is létezik, de itt a sorozatban már a 97-es film óta ugye létezik, mert ugye napjainkban játszódik a sorozat. Az emberiség nagyon késő, a sorozat későbbi részeiben tudatosul rá, hogy Úristen, van ilyen technológiánk, és utána az egész Föld biztosítja a mi galaxisunknak, tejútrendszerünknek a védelmét. És miután tudatosul az, hogy vannak más lények is a galaxisunkban, utána szerveznek egy olyan csapatot, ami végül más galaxisunkba is beletesszük, vagy ott hagyjuk a kéznyomatunkat, lábnyomatunkat, és a következő előadó fog arról beszélni, hogy utána, amikor már mi is, ja igen, itt még elnézést az orrájnak az egyik leghatalmasabb ellensége, Adria, ő egy nagyon nehéz ellenfél, ő rendelkezik az orráj összes hatalmával és befolyásával, őt is nagyon nagy csatákban láthatjuk viszont. És én megköszönöm egyelőre a figyelmet, és akkor, ahogy mondtam, nem csak a mi saját földünkön
élünk, hanem ebben a sorozatban már máshova is beköltözik a földi nép, és erről fog majd mesélni nektek Zsuzsanna. És oda küldenek egy csapatot, akik elkezdik kutatni, hogy igazából Atlantis elveszett városa, az tulajdonképpen hol is van. Dr. Daniel Jackson rájön ugye ennek a nyitányára, vagy nyitjára, hogy egy 8. évzárat kell tárcsázni, és Atlantis a Pegasus galaxisban van, és csapatot küldenek oda. Természetesen mindenki tudja, hogy ez egy egyirányú út lesz, ugyanis kell hozzá egy ilyen ZPM, ami megnyitja a féleg járatot oda. Elnézést, egy kicsit izgulok. És ezt a széket egy ős génnel lehet csak működtetni, ami O'Neill-ba van benne, és Dr. Beckettbe. Na most véletlenül az egyik őrnagy belül egy ilyen székbe, és kiderül, hogy ő rendelkezik jóformán a leghatalmasabb ilyen génnel, és magukkal viszik, úgyhogy ő lesz az egyik főhősünk, John Shepard. És sikerül féregjáratot nyitniuk a városba, úgyhogy áttérnek ebbe a Pegasus galaxisba. Igen, itt láthatjuk a várost. Hát ugye elkezdődik a városnak a feltérképezése. Kicsit izgulok, az nem fog lenni. Szóval, Zoli, nem folytatod? Nem is hallom. Ú, nagyon félek, na mindegy. Szóval elkezdődik a városnak a feltérképezése, amit látjuk 6 pillanaton áll. A tetején van igazából a központi irányítóterem, ahol a kapu is található. A többi helyen kutatólaborok, lakóhelységek vannak, és itt található is tehát a irányítóteremben van a csillagkapu, amely picikét másabb a tejútrendszeri kapunál, de szintén egy pajzs védi, így védi őket a behatolóktól, az ellenségektől. Ó, igen. Ó. Közben a városban egyre jobban kezd fogyni az energia, ugyanis három ilyen ZPM működteti, amiből már csak egy van, amiben nagyon kevés energia van, a többi kettő lemerült. És ezáltal féregjáratot nyitnak egy bolygóra, ami a legközelebb van és a legelérhető, ez az Atosz. Igaz, Atosz. Ott találkoznak egy kereskedő néppel, akik szívesen fogadják őket, és ott sajnos John Shepardnek sikerül elindítatnia egy ilyen jeladót tulajdonképpen, és a fő ellenségüket, az ősöknek, a lidérceket, hát ugye oda hívják a bolygóra. Sajnos az egyik emberi katonát elviszik a kapitányhajójukra, és próbálnak kiszabadítási kísérletbe ugye a többiek, de sajnos rosszul sikerül, mert a királynő, tehát a lidérc királynőknek igen erős hatalmuk van, és hát telepatikus úton kinyerik ebből a vezetőből, a katonai vezetőből, hogy van egy úgynevezett föld nevű bolygó, ami hatalmas vadászmezőt ugye tartalmaz, tele emberekkel, ugyanis ők életelszívók. Tehát képzeljétek el, hogy mint egy energiavámpírt, ami ugye itt is mondják, hogy kiszívják az emberből mindent, tehát a nedvet, a tudást, mindent, amit lehet, és úgy néznek ki, mintha mumifikálták, mintha egy ilyen egyiptomi mumifikált holttestek lennének, de viszont van egy olyan képességük is, hogy életet is tudnak adni. Tehát szolgáiknak, emberi lidérc hívőknek rendesen még talán meg is fiatalítják, mint hogyha ipari tanulók volnának. Úgyhogy igazából mit hagytam meg?
Ja igen, a város. A városnak, tehát nem csak simán város, hanem igazából űrhajó is. Tehát az ősök, annak idén 10 000 évvel ezelőtt, a galaxist ezzel az űrhajóval hagyták el. Ami szintén plusz még egy pajzsolt tartalmaz a viharok ellen, a űrnek ugye a különböző veszélyei ellen. És ezek az ősök hozták létre úgymond a lidérceket, amik humanoid faj és egy iratuszfogárból alakultak ki. Elkezdtek táplálkozni emberekből ezek a bobarak, és így fejlődtek ki ilyen humanoid fajtával ezek a lidércek. A fő ugye, amit már említettem, hogy az a királynő, az látjuk is, az a nagyon csinos hölgyemény ott a fehér ruhában. Akkor vannak a kisebb vezetők, akik hát királynő nélkül nem nagyon mennek, ugye, mert a királynő a gényei alapján örökíti ezeket a lidérc humanoid fajokat. Hatalmas nagy kaptáruk van, több száz deltával, amik majdnem úgy felszippantják az embereket, tehát olyan, mint amikor a kapun átmennek és szétbontják, és utána a végén összerakják. Akkor a kaptárba gubomba teszik, és ott ugye szépen megeszik őket. A lidércek általában hát nem halnak meg, tehát öregedésben biztos, hogy nem. Ugyanis ahogy táplálkoznak és ahogy megsebzik őket, azok újból fel tudnak éledni, tehát úgyhogy fegyveren, bombán kívül nem igazán lehet őket elpusztítani. A következő ellenség az szintén, hát ők emberek, úgy hívják őket, hogy Jedi. Ez egy emberi kultúra a Pegasus galaxisban, és úgy a Földnek úgy az 1940-es évekbeli kultúráját hozza, de igazából ők egy nagyon jól szervezett katonai szervezet, akivel télájék az atosziak kereskedtek, de a végén kiderül, hogy egy atombombát próbálnak összerakni. Hiányzik abból még pár dolog, így a földiek segítségét kérik, és az a szokásuk, hogy űrhajókkal, ugye a kaptárhajókra láthatatlanul fölmenjenek, és azt belülről felrobbantsák és kipusztítsák őket. De mivel sajnos nincsen űrhajójuk, ezért kisebb szövetséget kötnek a földiekkel, ugye akik Atlantiszon vannak. És ezáltal, hát ugye mivel egy láthatatlanná tudják tenni az ugrót, van egy pajzsa az ugrónak, amik még ősfegyverekkel is rendelkeznek. Összeraknak egy atombombát, ott van meg kis segítségével, és felviszik az egyik kaptárhajóra. Na most, mivel egyelőre még szövetségesek egy darabig, de sajnos az egyik Jedi tag ugye meghal, és ezt ráfogják az egyik csapattagjára, hogy ő ölte meg, ezért meg a technológia ellen igazából az ellenségeik lesznek az embereknek. Többször próbálják Atlantiszt is elfoglalni, meg az összerkezeteket, hogy használni tudják, ugye az ugrót. 2-3-szor zsarolják is bizonyos dolgokkal őket, de hát a végén pucsot hajt végre az egyik Jedi tag, és így barátok, szövetségesek lesznek a lidércek ellen. A lidérceknek igazából nincsen nevük, tehát nem tudom, aki a sorozatot esetleg látta, vagy nem látta. Nem nevesítenek lidérceket, nincs külön neve, hogy Krisztina, vagy bármi, vagy Krisz, vagy valami hasonló. Mindent emberek adtak nekik, tehát minden nevet. Todd, Bob, igazából ezeket mind ők adták, mert abszolút semmilyen nevük nincsen. Akkor a következő faj, hát ez már a replikátor bolygó, ahogy ugye említette kolléganő, ezt Azuránnak hívják. Na most az ősök a lidérc háború vége felé, ugye amikor elsüllyesztették a várost, mert túlfelében voltak sajnos a lidércek, a végén ugye kiderül, hogy miért, mert tudják magukat próbálkozni. És a replikátorokat, hát olyan célra teremtették, hogy legyőzzék a lidérceket. Na most szintén emberi alakot öltenek a replikátorok, de viszont két részre csoportosulnak. Ugye az egyik, aki
le akarja győzni, tehát meg akarja ölni az embereket, mert hogy úgynevezett mostoga testvér, tehát sokkal több szerepet kaptak, mint ők, egy ilyen összeállított gépek. És a másik rész, amelyik fel akar emelkedni. Na most ugye a felemelkedéshez nem csak a test kell, hanem a lélek is, az emberi lélek. És próbálják ugye az emberi lelket megtanulni, vagy hogy olyanok legyenek, mint mi, hogy fel tudjanak emelkedni. Hát ő az egyik fő gonosz, ugye, Oberoth, aki teljesen el akarja pusztítani az egész Atlantiszt. És majdnem sikerül is neki, de hát ugye egy másik bolygóra sikerül ezzel az Atlantiszos várossal elrepülniük, úgyhogy ott egy új életet tudnak kezdeni igazából. De a replikátorokat hát nem igazán tudják kipusztítani, a ellenséget igen, de egy olyan, aki szeretne felemelkedni, az igazából úgy életben marad. De így nem akarok elárulni spoilereket, mert akkor az úgy nem lenne érdekes. Úgyhogy még annyi van, hogy hát a város ugye, ezt már látjuk, hát ez már ugye Amerika, tehát San Francisco. Lesz egy kisebb gubanc, mert az egyik lidérc sajnos rá fog jönni, hogy merre van a Földnek az útiránya. És de hát sikerül elhárítani ezt a veszélyt, és sikerül visszatérni a Földre, és ahogy látjátok, éppen San Franciscóban vannak. Úgyhogy nem tudom, kérdés esetleg, vagy kihagytam valamit már. Átadom a szót a Zolinak, aki egy kicsit talán felpörgetődésnek. Sziasztok, én a Stargate Universe-ről fogok nektek egy rövid előadást tartani. Amint megtalálom, megvan. Egy pillanat, csak nem látom, hogy hol van az egér. Remek. Szóval az egész történet úgy kezdődik, hogy Eli Wallace, egy matematikai zseni játszik egy játékkal, aminek az utolsó küldetése lehetetlen megoldani, senki sem tudja. Azonban több hónapi próbálkozás után ő erre rájön egy új matematikai képlettel, és várja, hogy mit kap ugye a játék teljesítésekor, de nem történik semmi, azon kívül, hogy megjelenik csak a tábornok és doktorás, akik felteleportálják az űrhajójukra Eli Wallace-t, hogy elmagyarázzák neki, hogy mit fedezett fel. És ez a képlet az, ami az egész sorozatnak az elindítója. Ugye ennek a matematikai képletnek köszönhetően rájöttek, hogy mennyi energia szükséges ahhoz, hogy tudják tárcsázni a 9. égszárat a csillagkapun. Ami azért érdekes, mert 7 égszár kell ahhoz, hogy galaxison belül tudjanak utazni. A 8. égzár egy másik galaxisba szállítja az embereket, és ezután gyakos a feltételezés, hogy hova viszi őket a 9. égzár. Mielőtt megkísérelhették volna a biztonságos tárcsázásán, és a Lucian Szövetség megtámadta őket, akik szintén az ős technológiákra szeretnének szert tenni, és a protokoll szerint ilyen esetben, hogyha megtámadják az emberi bázisokat, akkor azonnal evakuálni kell a Földre. Azonban Dr. Ash inkább a 9 égzáros címet tárcsázta, mert tudta, hogy nem lesz rá újabb lehetősége, és ez a felfedezés el fog veszni. Sorra megérkeznek az emberek a Destiny fedélzetére. Azok egy olyan emberek összessége, akik nem készültek fel arra, hogy nem jutnak haza. És most egy ilyen helyzetbe kerültek. Az újonnan a Destiny-nek az új legénysége, ugye katonákból, civilekből és tudósokból tevődik össze. Most a katonák rögtön úgy ítélték meg, hogy nekik kell irányítani, megszervezni az életet, mert csak így élhetik túl a katonai diktatúra révén. Ugye ez kevésbé tetszetős a nem katonai személyzetnek, mert ők a demokráciában hisznek és szeretnék ők irányítani az életet, hogy ne mindig az legyen, amit jóformán dirigálnak a katonák. És ez olyan mély ellentétek meleg ágya, hogy végül föl is lázadnak a katonák ellen. Azonban
közös nevezőre jutnak végül, ugye a katonáknak a vezetője Everett Young ezredes, ő a parancsnok. Ennek van két tisztje, TJ, illetve Scott, ők hadnagyok, legtöbbet velük találkozunk. A civileknek Dr. Gray a vezetőjük, ő ugye a parancsnokságot felügyelő bizottságnak az egyik delegált tagja. Ő fogja össze a civileket, illetve a doktorokat, a tudósokat. A tudósoknak teljesen mindegy, hogy ki irányítja, mert ők mindig csak felfedezni akarnak, akiknek a vezetője ugye Dr. Rush, egy nagyon locsmány személyiség egyébként, nagyon arrogáns, és néhány információ magáról a hajóról. Ezt a hajót az ősök hozták létre, több százezer évvel ezelőtt küldték a világűr több szegeteibe, azzal a céllal, hogy új élhető bolygókat kutassanak fel, illetve a fő küldetése az lenne, hogy a kozmikus háttérsugárzásban megfelelő detektorokkal kimutatható egy intelligenciára utaló jel az ősrobbanás előttről, ugye, ami felteszi a kérdést, hogy hogy lehet intelligencia azelőtt, mielőtt kialakulhatott volna. Ezeket a hajókat hosszú távra tervezték, ezért mindenféleképpen egy olyan energiaforrás kellett használnia, ami állandó. Ezért ugye a csillagban nyeri az energiát, tehát mindig, amikor energiára van szüksége, csak berepül egy napba, és feltölti a készleteit. Minden ilyen hajón van két komp, ugye ezek légkörbe való mozgásra, utazásra vannak. Ugye két fajta hajót küldtek, az egyik a felderítő hajó, ilyen a Destiny. A másik az úgynevezett telepítő hajó, belőle egyet láttunk csak a sorozatban, nekik az a dolguk, hogy a felderítő hajók által adott információk alapján az élhető bolygókra letesznek egy-egy csillagkaput. Minden ilyen Destiny típusú hajón van egy csillagkapu, hisz a feltett szándékuk volt az ősöknek, hogy egyszer fölépnek a hajó fedélzetére, ugye a 9 égzár tárcsázásával. Azonban idővel felemelkedtek, és minden olyan információ jóformán a rendelkezésükre állt, amit el akartak élni, sőt, még több is. Ugye a hajóhajtó műje fényfeletti sebességű. A másik faj, ugye egy emberi faj a Lucian szövetségekben, a spin-offban is megjelenik. Róluk annyit kell tudni, hogy a szervezetük akkor erősödött meg, amikor a parancsnokság, ugye a Goldok elnyomás alól felszabadította a galaxist, és ezt a hatalmi jövőt kihasználva hatalomra jutottak, megszerezték a Goldok fegyverzetét, technológiáját, és azt használják, ugye a maga a szervezet az maffia rendszerű. Tehát vannak több klánoknak vannak vezetői, és ők irányítják az egész tevékenységi körüket. Vannak, akik önként csatlakoznak, csak hogy gyilkolhassanak, illetve identitásilag eltértőlük azok, akik azért csatlakoznak, mert ez az egyetlen lehetőségük az életben maradáshoz, vagy pedig megfenyegették őket, hogy megölik a családjukat, hogyha nem csatlakozik a szövetséghez. És ez a fajta ellentét ugye a szövetségen belül nagyon jól megfigyelhető lesz, amikor megtámadják a Destiny-t, hogy lesznek, akik csak pusztítani akarnak, mindenkit öljünk meg, úgyis milyen lesz a hajó. Ugye akkor ilyen Varó, illetve Telford ezredes, akik azért harcolnak, hogy ne öljenek meg mindenkit, hogy katonákat rakják ki egy bolygón, tehát egymással is küzdeni fognak, nem csak a végzett legénységével. Végül ugye azok megadják magukat, akik úgy gondolják, hogy együtt kell dolgozni, nem sikerült átvenni az uralmat a hajó felett, és ezt a bizalmat ki is fogják érdemelni a későbbiekben, és voltak éppen még hálások is lehetnek a Everett Young és a többi ember a végzett fedélzetén, hogy ott voltak a Lucianok, mert nélkülük nem élhettek volna néhány olyan helyzetet túl, ami elég veszélyes lett volna a továbbiakban. Ugye több idegenfaj is van ebben a sorozatban, az egyik a Nakai. Hát ők ilyen elég fura kinézetű lények, humanoidok szintén magas szintű technológiával rendelkeznek,
ilyen kékszínűek, ilyen hüllő tulajdonságokkal is rendelkeznek, azonban testfelépítésükből adódóan fizikailag nem olyan erős, mint az ember. Ők is inkább az intelligenciára, a technológiára vannak kifejlődve. Tehát éppen itt látjuk, hogy még egy gyenge tudós is képes leverni egy ilyen undorító lényt. Nekik az egyetlen céljuk, hogy elfoglalják a végzetet és minden által a birtokolt tudást elsajátítsanak. Ezért kimondottan szerencsétlen helyzet számukra, hogy az emberek elfoglalták a végzetet, és nem tudják átvenni a végzet irányítását, ezért megpróbálnak információhoz jutni, tehát ugye éppen látjuk, hogy az egyik földit elrabolják, ezáltal megismerhessék őket. A következő faj a drónok. Ezek nem élőlények, hanem szimplán a robotok. Ugye annyit tudunk róla, hogy egy háborúhoz használták őket, és az egyetlen célja, hogy minden nem számukra elfogadható technológiával rendelkező lényeket kiírtsanak. Éppen ezt látjuk, hogy véletlenül a végzet az utóba került, és megtámadták a Destiny-t, azonban ezek a drónok egyszerű kis robotok, nincsen pajzsuk, ezért a külső hatásokra sokkal jobban fogékonyabbak. Itt például egy nap elől menekülnek be előlük, és ők meg pajzs hiány folyamatosan fölrobbannak. Szóval rengeteg ilyen kis drón van, amit egy nagy vezérhajó irányít. És az egyetlen sikeres taktika, hogy ezt a vezérhajót pusztítják el először, mert akkor ezek a drónok irányítás nélkül maradnak és deaktiválódnak. Ezek a drónok a képen látható lényekkel, az Ursinikkel folytattak egy nagy háborút. Ezek az Ursinik szintén egy fejlett és barátságos faj a sorozatban. Technológiájuk hasonló a nekájukhoz. Ők is véletlenül felébresztették ezeket a drónhajókat, és egy galaxis méretű háború folyamán a kihalás szélére taszították őket a drónok. Menedéket találtak az egyik ilyen kaputelepítő hajón, amiben végül feláldozták saját magukat, hogy a Destiny legénységét megmentsék. Úgyhogy ezzel a momentummal kihaltnak is tekinthető az Ursini faj. De még annyit elmondanék, hogy sokan kritizálják ezt a sorozatot, hogy túl nagy teret kapott az érzelem. Most azért azt tudni kell, hogy itt olyan emberekről van szó, akik napi szinten térhettek haza. Itt meg el vannak vágva a földtől, folyamatosan küzdenek az életben maradásért, a hajó már jóformán roncs, és meg folyamatosan támadják is őket. És valószínűleg ezért kaphatott túl nagy szerepet az érzelem ugye a többi sorozathoz képest. Én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és remélem sikerült felkelteni annyira a figyelmet, hogy megnézzétek bármelyik sorozatot a Csillagkapuból.